Aggasztóan emelkedik a kombinált influenza és Covid fertőzések száma az Európai Unióban. A román hatóságok szerint egyre nő az egyidejűleg mindkét vírustól szenvedő emberek száma. Olyan beteggel is találkoztak az orvosok, aki egyszerre három különböző légúti fertőzéssel küszködött. Az egészségügyi szakemberek szerint nehéz pontos képet alkotni arról, hogy mennyire is akut a probléma. Bárki, aki átesett már influenzán, tudja, hogy milyen az a fejfájásos állapot, ami ágynak dönti az embert. Amikor influenzáról beszélünk, ez az egész tünetegyüttest jelenti, és ezek a tünetek nagyon magas intenzitásúvá képesek válni. Kivizsgálás nélkül nem lehet pontos diagnózist felállítani, állítja egy bukaresti kórház infektológus igazgatója. Európa szerte a szakemberek már hetek óta figyelmeztetnek a Covid és más hasonló vírusok potenciálisan elsöprő hullámára a következő hónapokban, és egyes országok már most is küzdenek vele. Az embereket arra kérik, hogy tegyenek óvintézkedéseket, beleértve az emlékeztető oltások felvételét és a maszkviselést zsúfolt helyeken.